hétvégén újabb győzelemmel gazdagodott a csapat idegenben. Hogyan értékelnéd utólag a Winkelmann találkozót? Hát azt gondolom, hogy ez volt az a mérkőzés, hogyha őszintén szeretnék lenni magunkhoz, amelyet azt éreztünk, főleg az előzetes eredmények után, hogy jelenleg most már egy kötelező győzelmet kell hoznunk. Ez nem jelenti azt, hogy ne készültünk volna fel ugyanolyan tisztességesen az ellenfélben, mint tettük azt előtte. De azt azért mindjárt éreztük már edzők és játékosok egyaránt, hogy most úgy nem utazhatunk haza a busszal, hogy legalább egy ponttal nem álltak a minelünk mellett. Szerencsére sikerült is, a lányok összességében szépen teljesítettek. Tudtunk változtatni egy-két olyan dologban, elsősorban támadásban, ami talán egy picit felgyorsította a csapatot, és így egy kicsit hatékonyabbak tudunk lenni. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben erre tudunk építeni, és a következő meccsek során esetleg újabb győzelmekre tudunk szerezni. Ha már következő meccsek, az újabb fordulóban ismét Pécsre látogatok, az újabb kász lesz az előzők. Mind mérkőzésre számítanak? Mindenféleképpen azt gondolom, hogy a Peac egy nagyon komoly játékerőt képvisel. Mind az Európa Kupában, mind a Magyar Bajnokságban egy nagyon magabiztos, kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtanak. Úgyhogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ez kevésbé szokott minket zavarni. Van egy-két olyan dolog, amivel készülünk, és bízunk benne, hogy meg tudjuk nehezíteni a dolgokat, és esetleg borsot tudunk törni az orruk alá. Remek játékos állományuk van, Kisvirág talán már nem csak a magyarok között, de Légius szinten is az egyik legmeghatározóbb magas játékos a ligában, úgyhogy rá mindenféleképpen készülünk el, főleg az első meccs alkalmával, amikor találkoztunk velük, akkor az ő semlegesítését azt nem tudtuk megoldani. De azt gondolom, hogy a mi játékos keretünkben is nagy potenciál van, több poszton bevethető játékosaink vannak, a sérültjeink felépülnek, illetve felépülésben vannak. Azt gondolom, hogy jól sikerült a légiósunknak a beillesztése is, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs okunk feltett kézzel utazni Pécsre. Személyedben egyébként a B-csoportos csapat, az MTK-TFS-sel vezetőedzőjét is üdvözölhetjük. Hogyan tudod összeegyeztetni a két feladatkört? Hát ez a feladatkör az elsősorban a játékosoknak a legnehezebb, azoknak a fiatal játékosoknak, akik az A csoportban is szerepelnek, a B csoportban is, illetve hát a MEFU bajnokságban is. Úgyhogy Kovács Gabi kollégával, illetve hát a BIA-val együtt próbáljuk úgy adagolni a terhelést ezeknek a játékosoknak, hogy mindegyik bajnokságban ott tudjanak lenni, tudjanak szerepelni, de ugyanakkor ne legyenek túlterhelve. Emellé még bejön olykor egy HEPCUPA mérkőzés is, tehát most szerdát írunk, a lányoknak voltak négyen talán, akik szombat, vasárnap és hétfőn is mérkőzést játszottak, úgyhogy ez valóban néha logisztikailag feltörést okoz, de igyekszünk az NB1B-ben is szépen helytállni, igyekszünk a MEFO-ban is bajnoki címért küzdeni, és hát a HEPCUPA-ban is még életben van az NB1B-s csapat, úgyhogy bízunk benne, hogy ott is esetleg a Final Four-ban sikereket tudunk elérni. Ehhez is és a hétvégéhez is sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen!